Sziasztok fiúk, lányok! Én Manó vagyok, és ismét egy RimWorld videóval érkeztem. Hú, hát figyeljetek! Eléggé nagy most már a területünk. És hogyha emlékeztek rá, legutóbb megkötöttük az üzletet Reával, mármint hogy Rea elvitte a kabátokat ebbe a faluba, ami Hitiobrád, és jön hazafelé, lassan itthon is lesz. Illetve ő kezd hideg lenni odakint, úgyhogy a radiátorokkal már fűtünk, és minden rendben van. Gyarapodunk, mennek a fejlesztések, tényleg mit is fejlesztünk, most mit kutatunk éppen? A multianalizátort, ami kell a életfunkció monitorhoz, hibernáló koporsóhoz, gyártás, hú, egy csomó mindenhez kell, nagyon jó. Nagyon jó, mert utána rá tudunk menni akár a páncélokra, akár az energiafegyverre, és az űrhajó felé haladunk ugye szépen lassan. Majd meglátjuk még, hogy itt a talajfúró és a talajletapogatót mikor és hogy, mert az is kell sajnos a űrhajóhoz. Itt ugye egy-két dolog van, ami nem kell hozzá, de összességében minden is kell. Viszont a robotágyukat is ki kéne fejleszteni, mármint a nehéz robotágyút, mert kicsink van. Jobb lenne egy nagy robotágyúval rendelkezni. És még egy nagyon fontos dolog, mégpedig az üzemanyag. Üzemanyagot is kellene gyűjtenünk, mert ugye kelleni fog az űrhajóhoz. Ne felejtsétek el, fiúk, lányok, hogy a játéknak a célja, hogy az űrhajóval elmenjenek a kolonistáink. Aztán, hogy hova? Azt mindenki döntse el saját maga. Na, szóval, indítom is az időt, hadd menjen. Így. Gray már rögtön nyomja is a fejlesztést, ahogy kell. Lady pakolja át a raktárból a cuccokat, ugyanis itt ezt a falat szépen meg fogom szüntetni, ki fogom venni ezt a légkondit. Tehát ez egy szép nagy raktár lesz, bár gondolkodok rajta, hogy ez a raktár rész, ez megmaradna egy elkülönített raktárnak, még nem tudom. Ó, már megint rosszat nyomtam, na basszus. Most a jó. Na szóval, hogy megmaradna egy elkülönített rész, ahova mondjuk csak a fegyvereket. Nem mondjuk, az nem lenne akkora hülyeség. Igen. Most képzeljétek el ide csak a fegyvereket. Vagy csak a füves cigit, meg ezeket, mert ugye nem kell kimenni ahhoz, hogy elérjük. Ezek érdekes dolgok összességében. Az ötlet szerintem nem akkora hülyeség, mint elsőre hangzik. Meglátjuk. Meg hát messzebb lenne a rabszobától is, ugyanis még gondolkozom rajta, hogy a rabszobát innen is áthelyezem, ide szembe, vagy ide hátra, ugye lehető legmesszebb legyen a kijárattól, és ha megpróbálna valaki szökni, akkor hát ez egy erőteljes, mélytorkos natur franciával érne fel, de hát meglátjuk, minden esetre én ezt a részt itt kibontom, hogy akkor itt meglegyen a hely neki. Na, álljunk is neki, hadd menjen. Mert szerintem Grimes lesz az, aki ezt majd a változatosság kedvéért csinálni fogja, Letty pedig úgy fog most takarítani, mintha az élete múlna rajta, mert nagyon koszos megint a lakás. Nem tudom, hogy miért koszolódik, tehát félreértés ne essék. Tökéletesen tisztában vagyok vele. Tudom is rá a megoldást. Csak rohadt sok nyersanyag, idő, mert itt mondjuk van pala. Építhetnénk vele, na mindegy. Ezt ismeritek már úgy is, hogy építhetnénk vele palafalat. Innen is üdvözlöm. Innen is üdvözlöm Neo-ékat. Dehogy Neo. Uno. Mindig, na látjátok, ez a baj az öregséggel. Hogy az ember tudja, hogy mit akar mondani, csak már nem úgy megy. Na, tehát Uno mondta ezt a One More Game csatornán,
Még annó. Egy kis... Na, elindítottam az időt? El, jó. Tehát, hogy építeni kéne egy kis palafalat. Én nagyon imádtam. Na, sajnálom, hogy abba hagyta. Na, az ő Rimworld játékai inspiráltak engem. Igen. Úgyhogy... Úgyhogy ez nekem egy nagyon jó élmény volt, ahogy ő játszotta és közvetítette a Rimworld-öket. Én, ha megfeszülök, sem tudok olyan szintet produkálni, de igyekszem. Na! Oké, Rea, hol vagy? Rea már mindjárt itt van. Csak jó lenne, el is indulna. Kicsit megpörgetjük az időt, úgyis. Éjszaka van, Gray, hogy állsz? Nézzük, szükség. Lady visszautasított. Jaj, te szegény! Hát már megint visszautasították. Őt mindig visszautasítja mindenki. Ez, hogy is fogalmazzak? Milyenka? Ucsmány! Ó, nincs több kérdésem, Gray. Nem tehetsz róla. Értem már, hogy miért takarod a szádat. Hát én is takarnám, ne haragudjál. Így néznék ki. Mármint, hogy szoktam is. Micsod? Nem. Hagyjuk. Na, a lényeg, hogy nekiállunk akkor majd, azt hiszem, Ladyvel. Azt hiszem, hogy Lady az a karakter, akinek 9-es kézművessége van. És utazók haladnak el a közelben, örülök neki. És ő harcra képtelen, de legalább idegesítő hanggal rendelkezik. Mondjuk főzni tud, szóval el lehet tűrni neki a butaságait szerintem. És nekiállok majd padló. Legyen márvány. Elkezdem itt a... Ott van. Nagyon jó. Megcsináltuk, hogy végig el lehessen jutni az állatokhoz. Ihlet, műtét, Grimes. Úristen, te ne akarja műteni. Ne. Na, mutasd egyébként, hogy állsz az orvoslással. Ah. 4-es gyógyítással, te ne akarja. Te... Jó, értem, hogy pszichopata vagy, meg ideges. Annál inkább a végén még összeszabdalsz valakit. Kösz, nem. Na. Oké, márvány tömbgyártás elkészült. Azért mindjárt megnézem, hogy tudunk-e esetleg még egy 10 darabot nyomatni ide. Azért látjátok, készülnek a palatömbök is, és a palatömbből pedig majd rámegyünk mindjárt a nagy szoborra. Nagy szobor. Így egy jó 4 darabot. Hogy neki átcsinálni? Nézzétek meg! Jaj, de jó! Megérkezett a karaván. Na, hál' Istennek! Oké, megjött Grimes. Nem Grimes, Rea, bocsánat. Oké, a kaját letette. És megérkezett a neuronképző bányászat. Hol a többi? Én vagyok a vak, gyerekek. Itt van be... Na, várja. Jó, fel kéne oszlatnom a karavánt, mi? Mindegy, Rea. Eszel, oké. Nem tudom, hogy hova lett a többi. Tehát a bányászati, azt látom, a neuronképzőt. Csak a többi nem tudom, merre jár. És az nekem itt elég nagy probléma. Majd mindjárt megnézzük. Lehet, hogy másnap fogja kipakolni. Úgyhogy... Nem baj. Na nézzük, ki legyen a bányászunk. Grimesnak 5-ös bányászata van.
Azt, hogyha felhúznánk ezzel, az lehetne tízes. Gray nem. Ki legyen a bányászunk? Rea, hogy állsz? Az a baj, hogy ő a gondozás művészet szociális felé hajlik, és 55 éves. 53 Grimes, aha. Gray pedig 27. Most azt nézem, ki hány éves. A 15-ös földművelés, ez kegyetlen. Tehát, de hogyha lett itt, elveszítjük, az nagy érvágás lesz, gyerekek. Az nagy érvágás lesz. Na mindegy, hát figyeljetek. Én most lapot húzok 19-re, úgyhogy Grimes fogja kapni. 8-as lett. Aha. 8-as lett a bányászata, ami már nem olyan rossz. Egyébként is annak én tökre örülök, hogy ő tud bányászni, úgyhogy gyere szépen bányász egy kicsit rögtön. Na nézzük. Oh, nagyon jó! Mert arra nem várhatok, hogy jöjjön egy bányász karakter. Sajnos arra nem várhatok, hogy jöjjön egy bányász karakter. Na nézzük, te hogy állsz. Kopott ruhát viszel. Oké. Te ezt előbb vidd be, légy szíves. Nagyon jó, az már... Semmi baja nincsen annak a ruhának. Mert azt mondja, hogy kopott ruhát visel. Az 32%-os, ez hány százalékos, ha szabad kérdeznem. 48, ez pedig... Tök jó. Jó. Oké, Grimes, akkor ezt még vedd előre. Ezek jók, ezek a neuronképzők, és nem tudom, hogy mi fogunk-e tudni gyártani, mert szerintem az életben nem jutottam el odáig, és ezt komolyan mondom. Oké. És azért csinálom ilyen vágatlanul ezt a tartalmat, gyerekek, mert szerintem jobb az, hogyha láttok mindent. Hogy mit csinálok, hogy csinálok, miért csinálom. Kutatási képernyő, elkészült a kutatás, úgyhogy mindjárt nekiállunk. Szállítókapszula is kéne. Kémiai üzemanyag kell hozzá. Jó, hát figyelj, kémiai üzemanyagra akkor állhatunk, már mehet is. Amúgy is kellett volna, szóval hoppá hoppá. Baj van. Álljunk meg egy szóra. Tehát megvadult patkányok érkeztek. Hát ez csodálatos. Ott van. Na most figyeljetek, a legjobb az egészben, hogyha nem megyünk ki a falakon kívülre, akkor engem ezek a patkányok igazából nem zavarnak. Tudjátok? Mert... Hát nyugodtan ott lehet. Nyomhatják itt a dance-et. Odakint, ez engem rohadtul nem izgat. Mert ide bent nekem mindenem megvan. Tehát ott kint nyugodtan lehet szórakázniuk. Aztán, hogyha jön egy támadás, akkor szerintem a pati egy kicsit megharabdálja az illetőt. Nem fog valószínűleg belehalni, de arra elég lesz, hogy feltartsa. És az nekem elég. Hopsz, vagy nem. Na jó. Akkor, Lady. Hozd el azt a halott patkányt. Na nézzük. Aha, most pakol ki. Na. Oké, viszi a neuronképzőt, nagyon jó vagy. Úristen. Kis cipelés. Oké, itt a már... Na. Lövészetre és kézművességre van még neuronképzőm. Most ezen gondolkoznom kell. Letty úgy jó, ahogy van. Azzal nem kell. Nem kell semmit csinálni. Oké. Lady. 9-es kézművesség.
hagyjuk. Rea, na hát Rea. Kézművesség és lövészet. Az az igazság, hogy szükségem van még egy lövészre. Úgyhogy gyerekek, ő lesz az. Ő lesz az. Gyere szépen. Gyere. Nagyon jó. 6-os lövészet. Ez már jó. Ez már jó. Milyen fegyvered van jelen pillanatban? Egy forgótáras pisztoly. Mit szólnál hozzá, hogyha kapnál egy vadászpuskát? Az egy sörétes. Nincsen vadászpuskánk? Véletlenül kész a karva? Úgy látom, nincsen. A sörétes is jól jön. Jó. Készíteni kell egy vadászpuskát. Én azt látom. Oké. Oké, oké, oké. Szegény Grimes. Kezdem sajnálni. Tudjátok miért? Aki esetleg nem tudja. Akkor mutatom. Gyakorlatilag ő az egyetlen bányászunk. Ő az egyetlen normális bányászunk. Tehát most nem nagyon tudok más csinálni. Ő bányászik, ha kell, ha nem. Mert nem tudok más csinálni, gyerekek. Ú, de jó! Végre van egy értelmes bányászom. Sírok. Nagyon jó. Kell. Nagyon nagy szükségem van rá. Úristen, mennyi füves szigit lehet csinálni majd. Jézusom. Jó, amit látjátok, kajával jól állunk. Tehát kajánk van. Nyersanyaggal azért még vannak problémák, de annyira nem gáz. Oké, oké, kezdj az ön... Jó, tudom, túl sokáig csinálod, de... Mindjárt végzünk. De örülök, úristen, egy normális bányász. Nem hiszitek el, mennyire örülök neki. Jó egyél. Nagyon jó vagy, ezt még bányászt ki. Csúcs. És akkor vidd vissza. Nagyon jó, és egy pakba vissza tudja őket vinni. Na, látjátok? Ezért jó. Ezért jó, hogy van egy ilyen szípi-szúpi bányászunk. Oké, és aludhatsz is. Na, hogy állunk? Kopott ruhát visel, asztal nélkül evett, fáradt, igen. Jó. Megállunk, Lettikém? Egy kis takarítás, légy szíves, itt eszközöljünk. Jó, nagyon jó. Nagyon jó, itt kiürült a raktár? Egyébként azt akartam megnézni. Ki? Na, hát akkor találjunk ide a raktárba valamit. Tehát, semmi nem kell. És a fegyvereket... Fontos. Sőt, akár kritikus. Igen. Oké. Itt lesznek a fegyverek, ezt pedig beállítjuk fixen 20 fokra. Tök jó. A lényeg az, hogy a fegyverek el legyenek különítve. Nagyon jó. Rea, mit csinálsz? Rea ebbe hozza a fát, hát mit csinálna? Hát mint az állat. Oké. Egyébként gondolkodtam azon, hogy esetleg fémből is csinálnék ide kívülre egy falat. Azért, mert sajnos itt olyan hülyesége van a gépnek, hogy hajlamos rá, hogy is fogalmazzak. Hajlamos rá, hogy még a fémiség ilyen, szóval. Mindegy. Ez legyen a legnagyobb probléma. Nincsen tökéletes játék, gyerekek. És én, hogyha mondom is itt a különböző hibáit a játékoknak, ezt ne úgy értsétek, hogy én nekem... Az azt jelenti, hogy én szidom és fikázom és akármi. Csak tudjátok, hogyha én bemutatok egy játékot, azt azért teszem, hogy lássátok a jó és a rossz tulajdonságait is. És hogyha valamit
ről azt mondom, hogy nem jó, vagy problémás, az még mindig csak az én véleményem. Jó? Ez nagyon fontos, az mindig csak az én véleményem, szóval értitek? Mert az én véleményem és a ti véleményetek nem biztos, hogy ugyanaz. És ez így tök rendben van szerintem. Na szóval, pemikánt, készítsünk pemikánt. Aha, álljunk neki. Nagyon jó. Oké, Lady alszik. Igazából Gray az egyedüli, aki nem, de ő most egy kicsit kint van legalább. Úgyni, nagyon jó. Kicsit takarítunk is. Na, hogy vagy most? Tágas környezet, nagyon lenyűgöző étkező, örülök neki. Nagyon lenyűgöző pihenőszoba és kopott ruhát visel. Hát figyelj ide. Hát ezen tudunk segíteni, akkor kényszerített viselet. Még mindig kopott. Na, várjál már. Hát ne legyél már izé. És hogyha ezt lecseréled. Hop-hop, baj van. Építészetben 6-os vagy. Javíts meg, léci. Nagyon jó. Tökéletes. És ha minden igaz, most már... De és még mindig kopott ruhát visel. Aztán miért? Na várjatok, ezt nézzük már meg. A ruhám elég rosszul néz. Már ki, kaphatnék valami normálisabbat? Hát figyeljetek. Egy normál szövetpóló, jó nadrága van. Mi nem tetszik neki? Ah, szerintem ez lesz az. Nézzük csak. Aha, ennyi. Nézd meg, is visszarakta magára. Figyelj ide. Én nem szeretném, hogy te ezt hord. Köszi. Nagyon jó. Ennyi. Hát figyeld, ronda vagy, ez van. Nem tudsz vele mit csinálni. Mindjárt készítünk valami pluszot. Van nadrág is. Kemény kalapot. Inkább sapkát. Legyen 4 sapka. Kemény kalap nem kell. 5-en vagyunk, akkor 5-öt. Nagyon jó, mindenkin sapka lesz, tök jó lesz. Figyeljetek, bármennyi gyapjunk van, tehát bármennyi gyapjut tudunk csinálni. Egyébként, ide lehet, hogy kéne még egy fal. Ez itt a legvédtelenebb helyünk. Mert hogyha itt bejönnek, még mindig kell egy nagy kört tenniük, és tudom, tudok akkor már ellene tenni. Na nézzük azt a biztonságot. Robotágyú. Na gyerekek. Elkezdjük a bázisvédelmet megalapozni. Mégpedig azzal, hogy én ide leteszek egy robotágyút. Mégpedig homokzsákok mögé. Vagyunk. Jaj, de rendes. Nézzétek meg. Meglátogatta Engine-nek a sírját. Tökre örülök neki. Ez olyan cuki dolog. Ő nem ismerte, de legalább tudja, hogy ő alapította ezt a kolóniát, úgymond. Ez az aranyos dolog, hogy meglátogatja a sírját. Na nézzük. Már megint 100. Na, most már itt majdnem végig van hely. Itt mi újság van? 8 fok van benne. Mutatási képernyő. Na, ott tartottunk, hogy fejlett lámpa, napelem, repesz elleni védelem, gáz
működésű öntöltő, az már mehet is. Rámegyünk a fegyverekre, gyerekek. Rámegyünk a fegyverekre, és szépen lassan így jövünk a zűrhajó irányába. Meg lesz a zűrhajó, gyerekek. Hamarosan. Szerintem mondjuk azért egy pár részünk még lesz addig. Illetve kell nekünk energia. Most azt nézem, hogy hol tudom ám elhozni a vezetéket. Direkt nem akarom a veteményest elszúrni. Így. Oké, szerintem ez így tök jó lesz. Az a baj, hogy ezeket a kapcsolókat én nem vágom. És ezt komolyan mondom. Már gondolkoztam arra is, hogy akkumulátorokat kellene lehelyezni ide. Csak fémmel nem állok jól. Bányászni kéne. Grimesnak bányásznia kéne, igen. Grimesnak ez lesz a dolga. Szerencsétlen. Szerencsétlen megjártam, mert folyamatosan csak a bányászás fog menni, de hát ez van. Ez van, gyerekek. Neki ez dobta a gép, sajna. Állandó bányászatot. Jaj, Istenem. Na. De viszont, fiúk, lányok, ez megint egy nyugis rész volt, úgy nézem. Úgyhogy haladunk, haladunk. Elkezdtem ugye a védelmet csinálni. Lesz itt két robotágyú. Aztán teszek ide is majd még két robotágyút. Ide fog jönni még egy geotermikus generátor. És itt megerősítem majd még a védelmet. De hát ez majd csak a jövő problémája lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Remélem, hogy nem bántátok meg. Ha tetszett, amit láttatok, akkor like, ha nem, akkor ugye dislike. Illetve hozzászólásokban még mindig várom az ötleteteket, javaslatotokat. Akár azzal kapcsolatban is, hogy mit néznétek szívesen. Legközelebb videóként, vagy videóformájában. Úgyhogy addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!